Tehát a hőskorszakban, ha valamit csináltál, azt egyedül te csináltad, nem volt annyi inger, tehát nem volt se YouTube, se internet, semmi, valami új, valami jó dolog beesett, akkor arra mindenki rögtön rácuppant. Sziasztok! A mai beszélgető társa a 90-es évek egyik nagy neve, akit egyébként többen írtatok is, hogy szeretnétek látni. Nem más, mint a Beholdernek a vezetője, Tihor Miklós. Sziasztok! Üdvözöllek, Miklós, a csatornán. Azt mondtad, hogy meghallgattad több interjúmat is, és hogy De nem fogsz belekérdezni. Nem fogok belekérdezni. Az lesz az első kérdésem, hogy azt mondtad, hogy te ezt szakmai szemmel hallgatod. Általában nem tudsz kibújni ilyenkor a bőrödből, és ez azért van, hogy szakmai szemmel hallgatod, vagy azért, hogy építesz endikú kritikát tudjál? Hát inkább az utóbbi. Hát kedvellek, és hogyha látom, hogy csinálok az interjúkat, szeretném, amilyen jóak lennének, úgyhogy próbálok tanácsot adni. Igen, egyébként, amikor beszélgettünk a feleségemmel erről a kérdésről, ő mondta, hogy én sem tudok kibújni a bőrömből, mert ugye én 11 évet filmeztem, és nem tudok úgy nézni egy filmet, és azért mondtam, hogy mivel te régen újságokat szerkesztettél, hogy ez a szakmai véna, ez benned maradt? Hát igen, hát hogyha látok leírom egy szöveget, és valami helyes hiba van benne, akkor rögtön megszólal a riadoztottságő. Ugye állandóan kiadtunk egy csomó könyvet, lektoráltuk, nézegettük, úgyhogy ez benne van sajnos, hogy figyelem a hibákat. Általában minden beszélgető partneremtől meg szoktam kérdezni, hogy mutatná be önmagát, mert hogy ez egy ilyen érdekes kérdés számomra, hogy mit tart magáról fontosnak elmondani, úgyhogy felteszem neked is a kérdést, kicsoda Tihor Miklós, mit tartanál fontosnak elmondani önmagadról? Hát ugye a lényeges dolog, én vagyok a Beholder Kft.-nek az alapítója és tulajdonosa, ugye a fő profiljaink a online játékok és a HKK, mint gyűjtögetős kártyajáték. Ugye ezek játékok legtöbbét én csináltam, én hoztam létre egyedül vagy mással együtt, úgyhogy büszke vagyok mindegyikre. Magánéletben van 3 nagylányom, szépek és okosak, rájuk is nagyon büszke vagyok. Hobbi, szabadidőben szalszálni szoktunk a feleségemmel, mindenkinek ajánlani tudom, mert egy nagyon pozitív energiákat adó hobbi. És persze nem csak a munkaidőben, hanem a szabadidőben is nagyon sokat játszom. Úgyhogy játékok minden mennyiségben, azért is, mert szeretek játszani, meg szakmai szemmel is, hogy lássam, hogy milyen a piac, miket tudnak jelenlegi játékok, mi az, amiben még föl kell zárkóznunk. Ez általában online játékokat jelent? Hát manapság a minden játék online, minden játékot. Már nagyon rég nem játszottam a játékkal, ami offline a többi játékostól függetlenül csináltam. Az első RPG az EverQuest volt, amivel játszottunk annak idején. Utána én már nem nagyon játszottam semmivel, amivel csak úgy offline játszogatsz magadban. Uh-huh. Jó, kezdjük időrendben. Ugorjunk vissza a korai évekre. Milyen volt gyermekként Tihor Miklós? Mit szeretett volna? Mi volt az, ami érdekelte? Hát én gyerekként, ahogy így visszaemlékszem, filmrendező szerettem volna először lenni. És tudod miért? Mert az első könyv, ami nagyon megfogott és egyébként meghatározó volt ebben az egészben, az a Babó volt, ugye, amit most már Hobbitnak hívnak, illetve utána a Gyűrűk ura, és elhatároztam, hogy ez annyira jó könyv, hogy ezt meg kéne filmesíteni valakinek. Majd én megcsinálom. Hát ugye végül is ezt a Peter Jackson lecsapta a kezemről, de más hobbit találtam helyette, úgyhogy nem irillem igazándiból őt. Képregényeket rajzoltam, ugye nekem édesapám az mérnök, tőle jöttek ezek az ilyen matematikai, logikai dolgok, a reál érdeklődés, édesanyám pedig grafikus művész, őtőle pedig azért valami rajzoló tehetség, illetve hát az, hogy szeretek fogalmazni, vagy történeteket kitalálni, valószínűleg az tőle ered.
ugye annak idején én, amikor találkoztam a számítógéppel, akkor az megfogott, és az egész filmrendező dolgot teljesen elfelejtettem. Akkor eldöntöttem, hogy ezzel a csodával kell foglalkoznom. De aztán két dolgot egyébként össze is lehetett kötni, amikor kiderült, hogy játékok, oda kell sztorit is kitalálni, meg azért kell bűvölni is a gépeket. Emlékszem, a gimi mellett volt a sarki Lőrinc vendéglőben egy Vanguard videójáték. Mindig, amikor jöttünk, mentünk, abba dobáltuk bele a zseppénzünket. Ez nagyon lenyűgözött a tetekben, hogy én is szeretnék egy ilyet csinálni. És hát, hogy az egész a valamelyik ilyen balatoni nyári táborba kezdődött, ahol az első iskola számítógépekkel megismerkedtünk. Egész hétvégén a Galaxival játszottunk, és aztán közölték, hogy hétfőtől itt tanfolyam lesz, úgyhogy nem lehet játszani, úgyhogy mivel nagyon játszani akartunk, ezért beiratkoztam a tanfolyamra. Megtanultam programozni, és utána már egyenes útja volt ennek az egész dolognak. Aztán mi az, ami még hatással volt, ugye igazándiból nem csak fantasyt olvastam, science fiction regényeket is, Asimovtól kezdve annak idején mindent faltam, rengeteg könyvet olvastam, tele volt a iskolai szekrény a tőlem elkopzott könyvekkel, amiket ugye hát matek órán unatkoztam, mert nem voltak annyira nehezek a feladatok, úgyhogy olvastam, tanár meg mindig elvette a könyveket tőle. Emlékszem, hogy matek mindig csillagos ötös voltam, de volt olyan év, hogy 9 beírásom volt a tanártól. Úgyhogy, mert nem volt annyira kihívás. Hát aztán még ezzel kapcsolatban mit mondanék, hogy mi az, ami még befolyása volt az egészre. Hát ugye a szerepjáték való megismerkedés mindenkinek ebben a szakmában, az már az egyetemi évek alatt, ugye elkezdtünk D&D-t játszani, teljesen megfogott, hát talán az már egy második kiadás volt, nem tudom. Csak ugye a második volt, az az AD&D volt? AD&D, úgyhogy, már AD&D-nek hittek, igen. Hát azt játszottuk, teljesen elvarázsolt. Általában én voltam mesélő, imádtam történeteket kitalálni, és évekig játszottunk, szerintem legalább 5-6 évig játszottunk, amíg a végén szétszélett a társaság. Tehát az tehát ugye viszonylag fix kör volt akkor ezek szerint. Igen, tehát először ugye klubban játszottunk, de aztán nagyon hamar ez otthonra költözött, otthon baráti társaságban, barátokkal, családtagokkal nyomtuk. Úgyhogy hát ugye a feleségemet is szerepelték klubba, ismertem meg, és együtt játszottunk nagyon sokáig. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. Az nagyon jó része, amikor ülsz, nyomod a sódert, hogy éppen mit képzelsz, mit csinálsz, de amikor a csatákra került a sor, és akkor órákig dobálsz ott, amikor ezt egy komputeres szimuláció, ezt perceket le tudja játszani, tehát nem véletlen, hogy az a közönség, aki régen a szerepjátékokkal játszott, azoknak nagyon nagy százaléka már ezeket a morfégeket nyomja, és csak néhány régi veterán szerepjátékozik még. Engem érdekelne, még így visszatérve egy kicsit a gyermekkorodra, hogy ezek szerint ugye a művészet, mint olyan meg jelen volt a családotokban, a édesanyád révén. Engem például érdekel az, hogy gyermekként milyen felnőni egy olyan szülő mellett, aki effektív művész, mert ugye a művészek általában másképpen látják a világot, mint az emberek. Hát nem éreztem, hogy ez nagyon nagy hatással lett volna. Tudod, engem is beraktak, mentem rajzszakkör rajzonához, de annyi nem hatott meg, hogy rajzolgatnom kellett a tobozt, meg a nem tudom micsodát, szóval lerajzoltam, de az a rész engem nem fogott meg. Egyébként ezt a rajztehetség, ugye ez már a nagymamba is megvolt, úgyhogy keresgéltem a leszármazottaimba is, a középső lányomat, Anitát például, voltam egy évig rajzolni, és barom jól megtanult rajzolni. És aztán elvesztett az érdeklés, azt mondta, túl sok idő egy rajzot elkészíteni. Tehát 3-4 óra, nagyon szép megcsinálta, de mutatta. Tehát igazán ez egy érdekes dolog, hogy nagyon nagy türelem kell hozzá, és szerintem nem volt meg bennem ez a türelem, hogy ehhez kell. Édesanyád miket? Hát első könyvi illusztrációkat készített, voltak ezek a különböző ilyen természeti könyvek, tengeri csigák, kagylók, virágok,
ugye ez a Búvár zsebkönyv sorozatban volt mesekönyv is, hát illetve HKK illusztrációkat is csinál. Azt tudom, mert hogy mondjuk el, hogy az édesanyag Lexaklára. Képei azok végül is hozzád kerültek az eredeti? Na, ott vannak még nálam most is. Hát egy pár kép az ugye nálunk van, ki van rakva, adott nekünk, bekereteztük, kiraktad a falra, de a képek többsége ott van nálam. Fú, ez teljesen érdekes, mert most így eszembe jutott, hogy a Liptek Lacival, amikor beszéltem, és mondta, hogy az Orzan bilincsét kereste, és, ja, ki van rakva? Igen, és kiderült, hogy nálad van. Igen, nekem adta, és be van keretező, ki van rakva a falra. Igen, azt mesélte, hogy még ő is kereste, mert hogy valaki meg akartott tőle venni, és meggondolt, hogy majd fölhajtja valahonnan, nem találta meg, és aztán kiderült, hogy nálad van. Több ilyen HKK lap van egyébként kirakva nálad? Hát néhány. Van minden a falon egyébként, úgyhogy tudod, három gyerekem van, úgyhogy egy csomó olyan dolog van kirakva, amit a gyerekeim csináltak. A középső lányom egy csomó dolgot rajzolt, úgyhogy... Ha játszottam valami játékkal, akkor ott a hőst, ami a játékban a kedvenc karaktere volt, az volt, hogy megrajzolta. És akkor azt ki van rakom bekeretezve. De van a falamon képkocka a Matrixból is. Melyik volt az első a sorban, a videójátékok, vagy a szerepjátékok? Melyik volt az, ami előbb jelen volt az életedben? Hát a számítógép volt a legelső, tudod. Commodore 64, illetve nekem egész pontosan csak egy Commodore 16-osom volt először, meg az iskola számítógép, ami a suliba volt, tehát először a számítógépek voltak, meg a... Hát ugye én elég sokat, mert akkor is játszottam, az első pillanattól kezdve, hogy voltak számítógépek, játszottam, és amelyik játék olyan volt, mint egy rejtvény, azokat imádtam megoldani, megfejteni, végigjátszani, és a 5-76 kilobájtban jelentek meg ilyen játék végjátszásaim, illetve annak idején jelent meg a Bitletben komplett programjaim. Tehát fogták, és azok még basicbe készültek, egy-egybe kinyomtatták, és sorsíron jelent, ezek a programok később elvesztek. Tehát a lemezek nem is tudom, hogy hol vannak, de rekonstruálni lehetett ezeket úgy, hogy valaki fogta, és ezekben a régi beszkennelt bitletekből beképelt a programot. Úgyhogy hát ez volt a, én annak idején nagyon sok játékot írtam Commodore 64-re, meg C16-osra is, és még volt is olyan, amit kiadtak, tehát pénzért megvettek, forgalmazottan a Votrade. Illetve én annak idején, az egyetem után ez volt az első dolog, tehát én nem rögtön Beholder Kft. Lettem, hanem elmentem a Novotrade-be játékfejlesztőnek. Tehát az nagyon jó volt, mert én akkor elég jól ismertem a Commodore-t, és ugye ott épp kerestek programozókat, és amikor ugye bevittem referencia munkákat, akkor az rögtön nagyon tetszett nekik. Bár érdekes volt, hogy az első feladat, amit kaptam, az rögtön valamilyen fejtsen meg, hogy működik a hang valamilyen játékban. A hang az, amihez soha nem értettem. Érted? Hát fejtsen vissza. Megvettem a könyveket, elkezdtem nézegetni, aztán szerencsém volt, mert valamelyik szomszéd stúdióban ott valaki nagyon szüttyögött, hogy ki tudja rakni a 9. sprite-ot, mert Commodore csak 8-at tudott kirakni, de neki 9-et olyanokat van kirakni, és van egy hónapja dolgozik rajta, és másnap vitte neki egy programot, amivel 24-et raktam ki egyszerre. És akkor gyorsan átvettek abba a csapatba, és attól kezdve dolgoztam, akkor csinált ez a Simpson családnak volt egy ilyen verekedős játéka, és annak én csináltam a Commodore átiratát. Csak ugye volt egy olyan probléma, hogy ezt egy ilyen külsős főnök volt, aki szerezte a munkákat, és akkor ezt befejeztük a projektet, nem volt munka. Mindenki egész nap játszott hónapokig, csak benne a stúdióban, ami akkor minimálbért kaptunk, és én akkor elkezdtem csinálni a túllégföldjét. Honnan jött ennek a túllégföldjének az ötlete? Hát igazán ez két forrása volt a túllégföldjének. Egyrészt én annak én az egyetemen még elég jól szerepeltem az ilyen programozó versenyeken, és vitte ki többször az ACM-nek az Európa bajnokságára, és hát milyen jutalmi, nem tudom miképpen, utána elvittek minket például Svédországba ilyen programozó versenyre, és hát ott
a csapat minden egyes tagját, hogy jobban tudja haverkodni a benszülöttekkel, beraktak egy-egy családhoz. Tehát nem együtt raktam minket a koleszba, hanem én is bekerültem egy svéd családhoz, meg a másik svéd családhoz, és akkor ott nagyon jókat dumáltunk, és azt mondta, hogy figyelj, nálunk van egy olyan, hogy internet, egy gyere, beviszlek, megmutatom. És persze azon belül is nem akármi, hanem egy multi-user dungeon-t. És engem az teljesen lenyűgözött, hogy egy olyan számítógép, már láttam előtte, hogy olyan programozó voltam, olyan számítógépes játék, ahol egy csomó másik ember is bent volt. És akkor mászkáltál, bementél a másik szobába, ott találkoztál, harcoltál, te nekem ez lenyűgött a rendszer. Ilyen MMO-nak az elődje volt? Igen, ezeket úgy hívták, hogy MUD, Multi-User Dungeon. Multi-User Dungeon, vannak ezek a régi szöveges játékok. Én több szöveges játékot is írtam, még Commodore-ra. Annak az a lényege, hogy a konzolról parancsokat viszel be, mozogsz keletre, megvizsgálod az ajtót, akármi. Tehát parancsokat adsz ki, és hát arra reagál a gép, nagyon primitív grafikákat jelenít meg. Tehát ezek voltak a kalandjátékok. És ennek a multi-user verziója az, amikor más is bent lehet. Ugye ehhez internet kellett, amit Magyarországon nem ilyen volt, de a svédek már be előrébb jártak, az egyetemen volt ilyen. És rengeteg szobás, interakció, harcolni lehetett másokkal. Tehát ezek voltak a legelső MMORPG-nél. És na, ez nagyon megtetszett. A másik pedig, ami hatásra volt rám, hogy annak idején volt egy játék, hogy Monster Island, az egy levelezős játék volt. Tehát full elküldted hagyományos királyi levéllel a utasításlapot, hogy ugye mi ezt hívtuk, és visszajött a kinyomtatott forduló. És akkor, de ugye engem mindig az inspirált, hogy amikor láttok valamit, és azt mondom, hogy ez mennyire szarul van megcsinálva, ezt mennyire sokkal jobban meg lehet csinálni. És akkor azt mondtam, hogy kéne egy ilyen játékot csinálni, egy ilyen multi-user dungeon-t, ami sokkal jobb ennél, mint a Svédországban láttam, csak mivel internet nem nagyon volt, ezért azt gondoltam, hogy akkor én is ezt ilyen levelezés formában fogom megcsinálni, mint ez a Monster Island volt. És hát végül is ebből lett a túlélőföldje, elkezdtem csinálni. Milyen platformra készítetted el? Hát PC-re. Bár akkor nem tudom, nagyon özönvíz előtti gép volt, de PC-n ugye Borland C-ben csináltam. Az első dolog, én annak idején mindig a játékot úgy csináltam, nem tervezgettem, leültem és elkezdtem írni. Tehát kipattant a fejemből az ötlet, és akkor az volt lényeg, hogy egy óra múlva már ott lehessen parancsokat kiadni. És akkor láttam, hogy halad, sikerélményen volt, és akkor ment a dolog. Ezt egy-két hónapig csinálgattam, és amikor láttam, hogy ebből már lesz valami, akkor felmondtam a munkahelyemen, és akkor csináltam egy céget. Ezt volt tesztbirigyárod, aki ezt tesztelte, hogy fog ez működni? Hát olyan nagy tesztelése nem volt az egésznek, megmondom őszintén. Nyilván kipróbáltuk, hogy működik-e, működnek a parancsok, tehát sokat, de nem volt ilyen beta teszt, ha erre gondolsz. Csak nagyon szűk körben, tehát egy pár barát kipróbálta, lépkedte, tehát családtagok, meg néhány barát lépkedtek, de ilyen komoly beta teszt nem volt. Tehát ott leültünk, és akkor bepötyögtük, kinyomtattuk, ennyi volt. Amikor működött, elindultuk. Ugye annak idején jó barátságot ápoltam az 575 követ tulajdonosával Balogh Zsolttal, és nagyon rendes volt, berakott egy hirdetést az újságba erről a játékról, és nagyon sok jelentkezőt sikerült így. Hát akkor még nem volt internetes hirdetés. Igen, nem volt internetes hirdetés, csak nekem pont az jutott eszembe, hogy arra emlékszem, hogy ez mindenhová jutott az országban. Tehát, hogy valahogy ezt sikerült úgy megmarketingelni, ezt már is akartam kérdezni egyébként, hogy, volt marketing. Hogy ennek... De ennyi volt a marketing. Én arra emlékszem, hogy nálam járt szabálykönyv azelőtt, hogy elkezdtem volna játszani. Valamilyen... Az van, hogy amikor ezt a cikket megjelenítettük, akkor több ezer jelentkező, tehát iszonyatosan sok jelentkező volt. Volt a hős korszak, és akkor amit csináltál, azt egyedül te csináltad. Egyedül volt levelezős játék, MMORPG, mint ahogy a Balázs interjújában elmondta azt is, hogy HKK az volt az egyetlen, ezért mindenki azzal akart játszani, ugyanez volt a jellemző a túlélőföldjére, és semmi hasonló nem volt, mindenki azzal akart játszani, éppen ezért
A marketing, amiről beszélsz, az igazán úgy működött, hogy valaki kipróbált, azt mondta, hát ez barom jó, és az összes barátjának, ismerősének elmondta. Manapság már, érted, csinálok egy játékot, kutya nem fogja 40 ismerősének baján, hogy itt van, gyere, kipróbálja, nyomkodja, jó, ennyi. Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés. A hőskorszakában mennyi játék, tehát mennyien kezdtek el jönni? Vagy igazából te számítottál erre, hogy, hogy ez ekkora siker lesz? Nem, hát nem számítottam. Ez egy meglepetés volt, egy pozitív meglepetés. Tehát mi a TF-et annak idején 3000 játékossal kezdtük. Az egy szép szám. Igen, az nagyon-nagyon szép szám. Arra emlékszem, hogy annak idején én játszottam, és jártam föl rendesen, akkor még nem Beholder, hanem a TF találkozók voltak, határozottan ez volt a neve, és a lángban voltak, és emlékszem, hogy nem lehetett megmozdulni szinte. Tehát... Igen, a legelső TF találkozó nem a lángban volt, valamilyen párt, székház, vagy nem tudom, vagy egy valamilyen művelődési központ, nem tudom, hogy kaptuk, de úgy tippelt, hogy el fog jönni 50 ember. És eljött 200 ember, és lapjával közlekedtem, és egyébként semmilyen programot nem szerveztük azon kívül, hogy beszélgettünk, meg az emberek találkozhattak azokkal, akikkel a játékban együtt játszottak, csak az egy tényleg egy megható élmény volt, amikor ott láttam személyesen azt a rengeteg embert, ez a pozitív visszacsatolás, tudod, hogy mondták, hogy kurva jó ez a játék, nagyon tetszik nekem, de jó, tehát az más dolog, mint amikor csak jönnek a személytelen URL-ek, és nem tudsz ezt kitölteni. Ez ugyanolyan érzés voltam, mint amikor a HKK-t csináltuk, ugye dolgoztunk rajta, az elég sok fejlesztés idő volt, és amikor megjelent, és először az már a lángba volt, az első versenyen ott volt az a rengeteg ember, és mind bontogatták a lapokat, és játszottak vele, engem az nagyon meghatott. Tehát ezek mindig nagyon jó érzések. Még egy kicsit a TF-ről visszakérdeznék, hogy amikor megcsináltad a programot, ugye ezek szövegmodulokkal lettek feltöltve gyakorlatilag, hogy ha csinálsz valamit, ugye gyakorlatilag a mozgásban ugyanazok a szövegrészek ismétlődnek, tehát igen, összerakja a program. Ezt mind te írtad hozzá? Igen. Hát itt jön jól az, amit mondtam az elején, hogy volt egy kis írói vénem. Egyébként én, ugye annak idején írtunk a Maci Mazán Zsoltal két lapozgatós könyvet is. Tudom. Ott volt bennem egyfajta ilyen ambíció, hogy íróként megmutatkozni, bár azért egy lapozgatós könyv az nem egy regény, csak ott elvette a kedvünket az, hogy a második könyvet nem fizették ki. Az volt a sárkányháborúja? A kard és a mágia. A sárkányháborúja minden rendben volt, sikeres volt, azt kifizették, és utána az a srác, aki bevitt minket ahhoz a kiadóhoz, mondta, hogy figyelj, itt van egy másik vállalkozó, inkább ővel adjuk ki, mert ez még jobb lesz, és az nem fizette ki. Igazán nem haragudtam rá, mert az úr elvette, tehát ő intézte az első könyvet is, aztán a második, de egyébként rengeteget eladtak be szerintem abból is, de egyszerűen nem fizettek ki. Én nem tudtuk, hogy kell pereskedni, vagy mit csináljunk, úgyhogy. Igazából azoknak a könyveknek, én legalábbis én olvastam, de az messze nehezebb volt, mint a Jackson Livingston féle vonal, tehát hogy amúgy olyan kérdések, meg olyan logikai dolgok voltak benne, amitől nagyon-nagyon nehézé vált. Igen, ez egyébként a probléma az, hogy ugye én szeretem a kihívásokat. Szeretem, hogy egy feladat nehéz, egy játék kihívás jelent. Valószínűleg a Livingstone könyveket annak idején túl könnyűnek találtam, és ezért valami igazán komoly kihívás elé akartam az olvasókat állítani. Ez sajnos a játékaimban is visszaköszön, hogy tehát nem hülye prúfok. Tehát alapvetően nem nagyon csináltunk a játékot, amivel a nagyon átlag tud játszani. A legtöbb játékunkhoz azért kell egy bizonyos intelligencia szint. Azért, mert én nem nőtt az ember saját árnyékába kilépni. Én azokat a játékot szeretem, hogy ez ész kell, gondolkodni kell,
és ezért az általam készített játékok is ilyenek. Néha kicsit túl bonyolultak is. Valószínűleg, hogy lapozgatott a könyv, és igaz volt ez, nem csak az online játékokra. Igen, sajnos, vagy nem sajnos, igazából egy üdítő változatosság volt, csak az ember, amikor elakadt, mert mondjuk hirtelen nem tudta megoldani a feladatot, és a feladat megoldásához kellett a következő, tehát az volt a következő hely, ahova menni kellett, hát az úgy elvette az ember kedvét, amikor mondjuk nem sikerült elsőre, és akkor így. Így, legalábbis én nekem ez volt az akkori véleményem. A túlélők földje világát, azt teljes egészében te találtad ki? Hát igen. Hasonlítésszerűen? Nem volt semmilyen inspiráció sehonnan? Tehát, hogy kvázi mondjuk az isteneknek a megalkotása, elemezése? Hát az istenekből volt, amelyik onnan jött, hogy mi játszottuk az AD&D-t, és a Dornodon az egy fő gonosz volt az én történeteimben, egy nagyon gonosz varázsló, akivel nagyon sokszor konfrontáltak a játékosok, és a végén ugye a történeteimben is a Dornodon egy isteni hatalmú valaki lett, amikor a játékosok már nagyon hatalmasak voltak, akkor már istenként harcoltak vele, és Fairlight az én AD&D karakterem volt. Ugye az volt a baj, hogy én nagyon túloptimalizáltam, okoskodtam a játékban ott is, és a végén már nem tudtak olyat kitalálni a mesélők, hogy megszívassák a karakteremet, de végén az lett belőle, hogy inkább megegyeztünk benne, hogy nyugdíjba vonul. Ez már túl erős ez a karakter, már nem akarom neki a feladatokat adni, és akkor kitalálták, hogy istenné vált. És akkor így átkerült a túlélő földjére. A többi istent azt úgy mellé kitaláltam, kiegészítgettem. Nagyon érdekes volt egyébként, mert hogy én ezt tudtam, hogy hozzád kötődik a Fairlight, mint név, és az oldalamon felraktam egy quizt, és ebben megkérdeztem, hogy melyik istenség kötődik hozzá, és nagyon-nagyon-nagyon sokan rontották el, mert azt gondolták, hogy a Tar kötődik hozzád. Valószínűleg a nevedből, a tihorból, valószínűleg ebből gondoltál. Hát nekem van a fejemben egy névgenerátor, tehát amikor szörnyeket, meg hasokat kell kitalálni, akkor azok mennek azért így. Tehát a télben is a szörnyek, azok nagyon gyorsan találtam ki őket, vagy tárni őket. Vagy hát meg voltak nagyon érdekesek, orbitális mackósai. Az a túlzott poénkodás. Ugye alapvetően szerintem ez onnan jön, hogy ahogy mondtam, rengeteg könyvet olvastam, ezért sajnálom egyébként, hogy mostanában minden olvasnak a gyerekek, az én gyerekem sem olvasnak sajnos. Úgyhogy azért ott van az a rengeteg könyvünk. És mikor kezdtél olvasni? Hát amikor megtanultam olvasni, nyilván. Nem úgy, mert hogy ugye nyilván... Tehát... Nem tanultam meg 2 éves koromból olvasni, hogy ilyesmiből. Eljártam az iskolába, megtanultak olvasni, ismertem Petüket, akkor elkezdtem a... Gondolom először a mesekönyveket, aztán mentem fölfele. Egy dologra emlékszem, ami nagyon kemény dió volt. Nekem az Arthur C. Clarke-tól az alapítvány, az eszimunk, bocsánat, hülyeséget mondtam, de az eszimunknak az alapítvány nagyon kedveltem, és megjelent az új kötet, de az csak angol nyelven. És volt egy barátom, és neki meg volt, és kölcsön kértem tőle. És akkor még nem tudtam angolul, vagyis olvastam, 2 könyvet olvastam, de azok könnyek voltak. A Hobbit volt az egyik, az azért volt könyv, mert magyarul olvastam 30-szor, a másik meg valami krimi volt, az nem könyv volt. És elkezdtem olvasni, és első oldal után letettem a könyvet, mert nagyon nehéz volt. Tehát azért ez volt az egy, amilyen kihívás volt olvasásként. A sci-fi vagy a fantasy irodalom fogott meg leginkább? Hát először a sci-fi. A sci-fiben az volt a nehézség, hogy mindent meg kellett magyarázni. A fantasyben az volt a jó, hogy ott csak azt mondta, hogy it's magic. És kész, ott teljesen jó volt a magyarázat. Egy sci-fiben nézted, hogy hát ez nem úgy, most megnézed az Asimov, kicsit gyermekded az egész. Mert annyira sok dolog van, amit ő nem látott előre. Rengeteg dolog van, amit nem látott előre. Viszont a fantasyben hát az időtálló, varázsolnak, ott maximum azon bosszankodhattál, hogy milyen hülye ez a Gandalf, hogy hatalmas varázserje van, és soha nem használja, soha nem varázsol. Igaz, mert hú, majd megérzik, nem tudom honnan, hogy én most varázsoltam, és akkor sose varázsolt. Hát igen, körülbelül soha.
ezért tetszettek utána ezek az AD&D forgatani, ott már nem fogták vissza magukat, ott varázsoltak. Tehát a sci-fi volt az eleje, és akkor hát igen, fantasy vonal az nyilván utána is olvastam. Innen jött. Manapság olvasol még? Nagyon ritkán. Én bevallom manapság, nagyon ritkán. Azok, amik... Igazándiból most már nem olvasom fantasy-t, inkább mai világban játszódó történeteket. Thrillerek, akciókönyv. Tehát jobban érdekel, ugye, ahogy öregszik az ember, aztán jobban érdekelnek a valódi világnak a problémái, nehézségei. Ezelőtt pedig inkább az ember ilyenkor szeretne belőle kiszakadni, vagy legalábbis bennem van egy ilyen vágy, amikor mondjuk sci-fit vagy fantasyt olvasok, hogy kiszakadjak abból a millióból, ami a valóságot. Gyerekként lehet, hogy a gyerekként ez azért volt, mert ott a fantáziámat szabadon engedtem, ott bármit el lehetett képzelni. Felnőttként már látom, hogy vannak korlátok, amiből nem törhetsz ki, és inkább azon kattog az ember agya, hogy mik a megoldások ezekre a mai problémákra. Túlnépesedés, migráció, az éhezés, stb. És amikor van egy történet, ami ezzel foglalkozik, akkor elolvasodna, hogy ők hogy oldják meg ezt a dolgot. Milyen megoldást találnak rá. Nincs olyan könyv, ami nagyon tetszene. Mindegyikben azt látom, hogy ez a hiba, ez a logikai vagy valami. De azért lehet élvezni ezeket. Meg sorozatokat is nézek, persze filmeket. És szereted a filmeket? Meg a sorozatokat? Hát szerintem mindenki. Tehát ez egy nagyon jó... Az ember, hogyha egy csomó dolgozok, mozgok, akkor leülsz, megnézel egy filmet, az ellazít. És vannak most jó sorozatok, de annak én emlékszem, én azért is nem néztem sorozatokat, mert azt mondom, hogy a sorozat az, ha valakinek nincs pénz, hogy rendes mozit csináljon, akkor leültet két embert, aki beszélget, és akkor ebből van tizen akárhány rész. De aztán elkezdtek komoly költségvetéssel, jó forgatókönyvekkel, baromi jó sorozatokat csinálni, és most már vannak olyanok, amiket érdemes végignézni. Most lesz például alapítvány. Ja, olvastam, igen. Kíváncsi vagyok. Csak azért, mert említetted a Asimovot. Az volt a vicc egyébként, hogy elkezdtem, vagyis nem elkezdtem, újra olvastam az alapítványt, de nem azért, mert olvastam ezt a hírt, hanem a könyves polcokat rendezgettük, és megakadt rajta a szemem, és mondom, ez tök jó volt, és levettem, és tényleg egy kis vékony füzet egyébként mindig. Tehát így leülsz, egy órát el tud olvasni. Igen, egyébként. Az a baj, hogyha visszaolvasol, tényleg főleg a sci-fiben, tehát mondjuk egy Shadowrun, amit egyébként ti adtatok ki elég sokat. Azok jó volt erre. A Shadowrun, az jó volt. Igen, csak ugye, hogyha most visszaolvasod, hogy képzelték el a 2020-as éveket. Igen. És gyakorlatilag gyermeteg az a technikai fejlettség, ami mondjuk a mostanhoz képest, bizonyos tekintetben nem, bizonyos tekintetben túlhaladott, bizonyos tekintetben viszont gyermeteg. Tehát, hogyha a telefonokat nézzük, tehát, hogy effektív nem... Van egy csomó dolog, így van, amit nem tudnak. Tehát igazándiból science fiction-t kétféleképp lehet jól csinálni, szerintem. Az egyik, amikor csak nagyon picit mész előre, és valami nagyon apró dolgot módosítasz a jövőben. A másik pedig, hogy baromira messze elmész, és akkor mindent megváltoztatsz. Tehát például nem kapott olyan túl jó kritikákat ez a Valerian és az Ezer folyóra, és szerintem barom jó volt ez a film, mert ott minden másképp működött. Tehát egy millió, tehát nem csak az volt, hogy nagyon sokszor beragadnak abba egy science fiction történetbe, hogy egy-két dolgot megváltoztatnak, de attól minden más ugyanúgy van. Tehát ugyanolyan földhöz ragad. Pedig, hogyha előre mész a jövőbe, akkor ott mindent el kell képzelni, hogy fog változni. És abban például ez baromi jó meg volt csinálva, azok a multidimensionális piactér, meg az a bolygó, az a rengeteg fajjal. Zseniális volt szerintem. És a nagy tömegek nem értékelik. Mondjuk ez az emberi butaság, és emlékszem, a Matrixot néztük, engem lenyűgözött a kedvenc filmem, és akkor valaki ott akkor álltunk sorba, akkor értetted, mi volt az a hülyeség. Szóval... Pedig ez egy előremutató film volt egyébként a maga korában. Térjünk vissza egy kicsit a Beholderre. 1995,
megjelenik a HKK. Ezt ugye Balázsral elég jól kiveséztük, de bennem megmaradt egy olyan kérdéskör, hogy ugye ő mondta, hogy egy kicsit ilyen gerilla módon az egyik tesztelésnél elvetettétek a táblás alapötletet, ami egyébként neki az alapja volt. Ezt te hogy élted meg a ti oldalatokról? Mi volt ennek az oka, hogy elvetettétek, és könnyű volt nem működött róla? Az a táblás dolog. Tehát játszottunk, és nem volt az igazi. Nehézkes volt, nem láttam azt, hogy lehetne azt a fajta variációt belevinni, azt a végtelen fajta kombinációs lehetőséget, amit szerettünk volna. De ebből nem volt semmi probléma, akkor a Balázsra jól meg lehet beszélni ezek a dolgokat, tehát a játék ugyanúgy az volt, amit együtt kitaláltunk, csak maga a tábla ment ki belőle, lehetett tartalék, körposzt. Úgyhogy, de egyébként érdekes, mert most van a társasjátéknak a reneszánsza, amik ugye táblához kötődnek, az emberek szeretik azt, hogyha van sok kis apróság, amit ott mozgathatnak, pakolázhatnak, de a HKK-ban pont ez lett van lényeg, hogy ez egy hordozható, akárhol előkapod, kevés helyet foglaljon, szerintem ez jobb lett így végül is. Mennyi időt vett igénybe a tesztelése, tehát részletekről? Hányan voltatok benne? Hát ugye ez úgy volt, az elején a Balázsékkal kezdtük, aztán utána ismerőseket, barátokat meghívtunk, ahol többen csináltuk. Szerintem egy 3-4 év volt, de ezt most itt meg nem mondom biztosan, körülbelül annyi. Arra emlékszem, hogy nagyon sokáig megvoltak ilyen kis színes kartonok, még több is volt, de azok a Elnyúsz az kék karton volt, a Dornon az piros karton, tehát valamint szereztünk ilyen színos kartonokat is, de akkor még nem volt nagyon jelentőség, hogy láttad előre, hogy milyen színlap fog jönni. Uh-huh. Az egész az volt, hogy volt egy rendszer, tehát csak az emberek kezébe adtad az alapokat, és azt építettek, amit akartak. Ugyanez a varázs a Legónak, meg a számítógépnek is. Itt van egy rendszer, és azt csinálod, amit akarsz. Sejtettétek, hogy ez egy hasonlóan nagy brendé nő ki, vagy hát igazából brendé nő ki, mert mind a kettő végül is elérte ezt, hogy a Túlélők földje is egyfajta brand lett a magyar szerepjátékos piacon, és ugyanúgy a hatalomkártyákat játék is. Tehát így sejtettétek, hogy ez lesz egy akkora valami, hogy... Hát ezen én soha nem rágódtam. Tehát én, amikor egy játékot csinálok, akkor az egy dolog kattog az agyamba, hogy egy jó játékot csináljunk. Most az, hogy majd ez mennyire lesz sikeres, vagy hát remélem, hogy sikeres lesz, azért csinálom, hogy tetszeni fog az embereknek. A HKK-s társadalom ugye régóta érdeklődik az iránt, hogy a versenyprogram, a versenysorsoló programja elkészüljön. Ez fejlesztésre, ennek a fejlesztés elindult közben? Igen, ugye a probléma az, hogy ez már számtalanszor kiderült, hogy az a legtutibb, amit itt házon belül megcsinálsz, amikor ez a sorsoló programos probléma ugye fölmerült annak idején, írtak nekünk egy sorsoló programot a Tomi, és látod, most valami hiba van, se forrás, semmi nem elérhető, pedig a legegyszerűbb az lett volna, hogy ők javítja. Tehát most az egészet újra kell iratni. Most ugye, amikor fölmerült az, hogy hajlandó vagyunk ezért egy piaci árat fizetni, akkor elég sok jelentkező volt, aki ezt megcsinálta volna. De ugye itt is az volt a probléma, hogy nem igazán választottunk, hogy mivel fejlesztik, meg hogy fejlesztik. És ha megint kapok egy olyan rendszert, amihez nem tudunk mi hozzányúlni, akkor 2 év múlva előjön valami hiba, mint ahogy itt ebbe a progiba, és meg vagyunk lőve. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy házon belül csináljuk. Ugye a másik az, hogy nekünk ugye azért nincsen sok emberünk, de most az Argum City, hát nem azt mondom, hogy kész van, de már nincs az a hajtott fejlesztés, tehát lehet, aki korábban azzal foglalkozott, most tudja ezt csinálni. Szoktál egyébként HKK-t játszani? Hát én alapvetően HKK-t két esetben játszottam. Az egyik a kislányommal szoktam ilyen játszani, illetve a tesztelésen, ugye, hát ott karban voltam tartva. Versenyeken meg hasonlókon nem játszottam. Nyilván. Egyébként indulhattál volna?
Hát én nekem ez soha nem jutott eszembe. Tehát érted, nekem minden lapom megvan, minden lapot ismerek, tesztelek, szerintem nem lett volna korrekt. Gondolj bele, hogyha én leülök valakivel egy HKK versenyt játszani. Hogyha nyerek, akkor azért nyertem, mert én vagyok a HKK. Ha megvesztek, akkor még most is kikapott ez a szerencsétlen, szóval nem sült volna jól. Emlékszem egyszer egyébként, elhívtak ilyen díszvendégnek egy ilyen Magic versenyre, ez már évekkel azután, hogy én már játszottam, nem tudom honnan jött az ötlet, és akkor beültettek ilyen, én voltam a bónuszasztal, aki ugye kvázi verseny kívül játszottam, azt mondták, hogy ha valaki meg tud engem verni, akkor kap egy paklit jutalmul. De érdekes volt egyébként, mert úgyhogy nem játszottam már, nem tudom, hogy tizenvalahány éve, úgyis a meccsek felében nyerni tudtam, azt hiszem. Az teljesen jó. Ja, jó volt, igen. Jó, oda mentem, és mondom, hú, te egy legenda vagy, nem mondom, hogy igazándiból az egy szép korszak volt annak idején. Voltak olyan projektek, amik igazából nem sikerültek túl jól? Persze. Hát azért jó pár dolgot belevágtunk. Tudod, ismer ezt, amikor azt mondják, hogy a marketing kiadásainak a fele az mindig pénzkidobásnak, sosem tudod, hogy melyik fele. Hát ez egy olyan cégre is jellemző, ami ugye mindenbe belevág, de ismered ezeket a kockázati tőkés befektetőket, oda, hogy a 10 vállalkozásnak a pénzét, abból 9 az elúszik, és egy meg behozza az egészet kamatos túl. Hát mi ehhez képest nagyon jók vagyunk, mert szerintem a projektjeinknek úgy a fele az nagyon sikeres lett. Tehát annak idején például ugye a Túlélők Földje és a HKK azok hatalmas sikerek lettek, és azért az ember mindig akar valami újat alkotni. Én akkor már egy jó pár évet csináltam a Túlélők Földjét, és egy kicsit már nagyon szerettem volna új dolgot alkotni. Hát én korábban havonta csináltam egy új játékot. Tehát ez hogy évekig ugyanazt kell foltozgatni, ráadásul már nem is annyira a saját elképzeléseim, hanem a játékosok kívánság alapján. Ez egy kicsit beszűkítette a kreativitást, és kitaláltam egy új játékot, az Ősök Városát, és elkezdtem azt csinálni. És a másik dolog, ami programozóra jellemző, hogy amikor megírsz egy programot, akkor pontosan tudod, hogy lehet az egészet sokkal hatékonyan megcsinálni. Tehát ez a szövegkezelés, mindent sokkal jobban, és az Ősök Városa volt úgymond a tökéletesen megcsinált játék. És egyébként az Ősök Városa is nagyon sikeres volt, tehát sok éven át rengeteg játszottak vele, nem panaszkodom, jó bevételt hozott, de mégis az Ősök Városa az hamarabb elkopott, mint a Túlélők Földje, azért, mert jóval bonyolultabb volt, mint a Túlélők Földje, szerintem. Meg maga a világ se fogtunk az embereket, de túl volt komplikálva az igen, egész. Igen, most így mondtad ezt a reneszánszát a társas játékoknak, és gyakorlatilag az jutott róla eszembe, hogy az euró és az ameri társas játékok, ugye az egyik az a történet alapon, a másik az a matematika alapon, ami nagyon jól kiszámolható és fejleszthető. Ugye az Ősök Városa az egy ilyen előre számolható, igen, nagyon, nagyon jól kitalálható, kombinálható dolog igen. volt. Ugye, a TF meg csak mész és ütöd a szörnyeket. Tehát gyak. Jó, hát nyilván ez egy túlzás, de ilyen szempontból egyszerűbb. És a másik dolog, ami nagyon érdekes volt, hogy a Túlélők Földjén sokan kritizáltak a játékot azért, hogy nem jó a végtelen szabadság, mert indíthatok egy második, harmadik, negyedik karaktert, aki kvázi úgymond aládolgozik a fő karakternek, ez volt a rabszolgázik, igen. Teljesen szabad tárgyátadás volt, szabad kereskedelem volt a játékban, és ez mennyire nem, és miért nem csinálják egy játékot? És addig ment ez a lobby, aminek a nézzük meg, hogy milyen egy játék, ahol tényleg ezek a dolgok korlátozónak. És az emberek nem szeretik a túlzott korlátozásokat. Jobb a szabadság. Ez a, ugye, hogy a Matrixban is ezt kiderítette a gép, hogy alapvetően nem jó az, hogyha nagyon-nagyon beszabályozzuk a dolgokat. Tehát alapvetően azért az Ősök Város egy sikeres játék volt. Viszont egy idő után már az Ősök Városába is kezd, és szerettem volna még valamit csinálni, egy science fiction játékot, ez volt a Chaos Galactica, de addigra én már a TF-et, az ővet is csináltam, nem volt már kapacitásra még egy játékot. Fölvettünk valakit,
aki egyébként jól végezte a munkáját, de valahogy az a science fiction játék az nem sikerült jól. Szerintem kicsit korán is indítottuk, meg már annyira nem volt igény még elevezésnek, nem tudom, de nem volt sikeres. Évekig futtattuk, két programozó váltás is volt a Chaos Galacticánál, de az igazándiból nem volt sikeres. Mint ahogy a közben ráépített kártyajáték sem emiatt. Egyébként mindig lehet gondolkozni, hogy valami miért nem működött, miért nem volt sikeres, de nagyon nehéz ezeket a dolgokat megmagyarázni. Amiben mi elég sok energiát töltünk, az a Mágia Mesteré volt. Az volt az első nagy mennyiségű grafikával járó játékunk, és ráadásul nagyon sok idő, nagyon sok munka is volt benne. Hát több, mint 1000 egyedi kaland volt benne, egyedi grafikákkal szorival, tehát nagyon sok pénz, időt, energiát töltünk bele, és nem volt igazán sikeres, és sokan játszottak vele, de nem nagyon akartak fizetni érte. Ott már ez volt az elvárás, hogy free-to-play játék, tehát hogy nekem fizetni csak ha akarsz, és úgy volt megcsinálva, hogy nem volt benne igazán olyan dolog, amiért érdemes lett a fizet, mert ingyen is az egészet végig tudtad játszani. Tehát ez nem volt ilyen szempontból egy sikeres dolog. Szóval ez egy nehéz ügy. Aztán belevágtatok közben a könyvkiadásba is. Hát az meg az elején. Igen, az is a 90-es évek. Igazából hogy válogattátok a kiadandó könyveket? Nem az íróhoz kötöttünk, inkább, hanem a kiadóhoz. Aha. Tehát ugye azért ott volt a frankfurti könyvásár, kimentünk többször, körülnéztünk, tárgyaltunk a kiadókkal, aki nyitott volt, adott, ugye ott adnak neked könyveket. Elolvastuk a könyveket. Elolvastuk, ami nekünk tetszett, azt adtuk ki, és meg tudtunk persze állapodni a kiadót. Tehát például a Shadow Run könyvek kifejezetten tetszettek nekünk. Nagyon tetszett az egész világ, a környezet, és nagyon szimpatikus volt a tulajdonos is, abszolút nyitott volt egy ilyen kis magyarországi kiadóra is, tehát így lett a Faza Corporation-nel. Gyakorlatilag minden könyvüket kiadtuk egész addig, amíg ők be nem zártak. Tehát ott szinte minden megjelent. És amit a Shadowrun volt szerintem a legsikeresebb, én például a Battletech-ben is a Shadowrun az összes könyvet olvastam, a Battletech-nek én nem voltam annyira nagy rajongója, de azt nagyon sokan szerették. Uh-huh. Az Earthdawn lett volna fantasy regényük, az nem volt például annyira sikeres. De ugye alapvetően azt adtuk ki, amit elolvastunk, tetszett, meg lehetett venni. Illetve hát nem csak külföldi kiadókat, kerestünk magyarokat is, magyar írókat, akik tehetségesek, jó könyvek vannak. Szerintem Golden Lane fantasztikus jó volt, szóval van olyan jó, mint a Vivian Fable. Illetve a Marcus Meadow-nak is zseniálisak volt a könyvei. És pont ugye azok, mivel jelenkori könyvek voltak, ugye ezt kritikus szemmel végigolvastuk, és rávilágítottunk az esetleges ellentmondásokra, tehát ettől lettek igazán tökéletesek a történetek. Tehát még a végső verzióban mi sem találtunk hibát. Gyakorlatilag akkor megtaláltátok is ezeket a könyveket. Tehát, hogy igen, tehát én gyakorlatilag minden könyvet kiadtunk, elolvastam, megtaláltam. Nem néztem, hogy legyen benne hiba. Fejlődött a technika. Ugye nyilván az számítógépes megjelenítések egyre fejlettebbek lettek, konzolokon, illetőleg számítógépeken egyre életűbb játékok. Ez hogy hatott a kiadónak a... Tehát gyakorlatilag hogy hatott a játékaitokra? Tehát, hogy nagy volt az elvándorlás, akik abba hagyták? Hát ugye az van, érdekes egyébként, ha te játszol valamilyen játékkal, minél több időt töltesz vele, minél több energiát ölsz bele, annál jobban megkedveled. Tehát ez ugyanúgy működik, mint egy házasság is. Nehezen hagysz el egy játékot, ha már nagyon régóta játszol vele. Igazándiból nem érzékeltük, hogy például Túlélföldjére, vagy a régi játékainkra, vizitúra bármilyen hatással lenne az, hogy új játékok jelennek meg, de új játék kiadásánál ez egy érzékeltő probléma. Tehát ugye most, ha megnézed, az Android Play Store-ban azt hiszem 400 000 játék van. Na most, hogy te a faluban akarsz nyitni egy
tejboltot, akkor azt el tudod dönteni, hogy már van két tejbolt, azzal a két tejbolttal kell versenyezni, hogy még senkinek nincs, te lesz az első. De egy játéknál az ember nem gondol bele így, hogy úristen, hát a világon levő összes játékkal kell versenyeznem. Mert ha még csak magyar piacra is csinálok egy játékot, a magyarokhoz számára is minden játék elérhető. Tehát ez az is mutatta például, hogy már amikor ugye a reklám, hogy most is már nem elég az, hogy berakok valahol egy cikket, és akkor majd jönnek ezer szám a játékosok, komolyan reklámozni kell, ez reklámfilm kell. Hát annak idején ugye még a hős korszakban, amikor az interneten a végzetúr indult, kis bannereket raktunk ki. Tehát aztán utána ez már nem volt elég. A HKK-hoz ugye csináltattunk több reklámfilmet is, volt az egy ilyen sárkány lehet. Igen. És utána volt már egy CGI, amikor megjelenik egy ilyen varázslónő, meg egy ork, meg egy izé, és akkor ott az már egy komolyabb, drágább film volt. És hát most például, amikor az Argon City-t csináltuk, akkor is felmerült, hogy csinálni kell egy valamilyen reklámfilmet. Trailer. Ahhoz, hogy igen, hogy felkeltsük a figyelmet. És hát brutális árajánlatokat kaptam. Tehát itt Magyarországon is van olyan cég, ami már nemzetközi szintű reklámfilmeket készít. És amikor írtam nekik egy e-mailt, akkor angol nyelven kaptam választ, hogy hello, ez igazán egy amerikai tulajdon cég, és amerikai árakat is adtak. Ez lehetetlen volt kifizetni. De végül is találtunk egy vállalkozást, aki megcsinálta, szerintem a képességekhez képest jó, de nem egy World of Warcraft trailer, ami érted, ilyen több millió dollárból készül, és a felhasználók, a játékosok rögtön, hogy hát ez miért nem olyan színvonalú, mint mit tudom én, egy WoW trailer. És nem mondhatod az embereknek azt, hogy figyelj, mert nekem nincsen 1 millió dollárom, vagy 10 millió dollárom egy trailerre. Mindenki azt várja, hogy mindenki a világszínvonalú, multicég által meghatározott standardhoz fogja mérni azt, amit csinálunk. Tehát borzasztóan nehéz, érted? Egy kis cég vagyunk, hatan vagyunk összesen, hát nem tudunk olyat csinálni, mint mit tudom én, egy Blizzard, a WoW-ot annak idején 400 emberek. Részt vettél annak idején te is azon a mórás össznépi dolgon, amit annak idején a Csehed meghirdetett? Mint hogyha ezt hallottam volna a 90-es... A AD&D-s, igen, én is ott játszottam először, abban a mórás klubban ott tanultuk már az AD&D-t. Tehát te is eljutottál ahhoz a... Igen, ott, ahhoz hát a Makó Balázs mondta, hogy van egy ilyen játék, és akkor ővelük mentünk bejátszani, igen, Balázsékkal. Milyen volt az akkori midiőnek a hangulata? Hát ugye a szerepjátékról itt már beszéltünk korábban, engem a szerepjátékok lenyűgöztek, tehát ez a... Én pontosan erre vágytam, hogy a játékra, ahol a fantáziámat teljesen szabadon engedhettem. Ez egy ilyen játék volt. Ez zseniális volt az egész játék. Te nem csatlakoztál végül is az ő mozgalmukhoz, vagy legalábbis egy teljesen más úton indultál el, de hasonlóan ugyanezt a vonalat vitted tovább. Hát ők csináltak egy saját szerepjátékot, a Mágust. Ugye igazándiból még adtunk ki szerepjátékot, tehát mi azért az, hogy saját szerepjátékot kiadjunk. Én akkor már úgy gondoltam, amikor már ott tartottunk, hogy cég, meg játék, meg minden, hogy az már az evolúciónak következő lépcsőfoka, ezek a levelezős játék, MMORPG, mert ahogy mondtam, nincs ez a körülményes csatakörök, meg hasonlók. De mi adtunk ki szerepjátékot, egyébként a Shadowrun szerepjátékot, illetve a Középfölddel szerepjátékot. Belpistáltak jelent meg? Igen. Azt nem is tudtam, legalábbis nem emlékszem, de nem emlékszem. Még emlékszem is, hogy kitaláltuk, hogy hát ehhez kell két darab 10 oldal dobókocka, és az sehol nem beszerezhető, és hogyan oldjuk ezt meg. És utána találtunk talán Nagy-Britanniában egy nagy kereskedőt, akinek voltak ilyen 10 oldal kockái, beszereztük, és hogy a fenébe legyen, és a végén
hozzá volt fóliázva minden egyes mervkönyvhöz két darab 10 oldalú kocka. Gyakorlatilag az első mágushoz is volt két 10 oldalú kocka, tehát ha jól emlékszem, ez a két olyan kérvény volt, ami annak lehet, azt nem tudom, meg. Igen. Hát ők ugye ők nagyon sok évig gyúrtak, amíg meg tudtak lejönni. De mi hát amikor a könyvkiadással kezdtük rögtön, az az elején megjelent ez a merv. Tehát az aránynak hamar kijöttünk vele. Amikor a 90-es években sikeres lett ez a cég, akkor te érezted-e magadban azt, hogy te szeretnéd terjeszteni, mert magát a szerepjátékot, a fantasyt, tehát hogy magát ezt a szubkultúrát szeretnéd-e növelni? Hát én mindent úgy csinálok, hogy ha valami tetszik, akkor azt mindenkit be akarok vele oltani. Tehát én emlékszem, amikor annak idején ugye volt a Biborhonnak a boltja, a polcon ott volt az első gyűjtődoboz Magic the Gathering, senki nem tudta mi az, senki nem mert hozzányúlni. Fisértem ott, mi ezt nem tudom. És fogtam, levettem, én megvettem paklit, kimondottuk, elkezdtük játszani, ez egy parom jó, és akkor visszamentem, mindenkinek tanítottam. Én bármi belevágok, szeretek minél több embert beoltani vele, mondjuk nem mondom, hogy sikeres vagyok mivel feltétlenül, például már évek óta próbálom az összes barátomat, meg rokonomat beoltani azzal, hogy jöjjenek el szalszázni, és még sok sikerem nem volt benne, pedig hát nagyon jó dolog. De természetesen mindent, ha valami jó tetszik, szívvel, élekkel. Akkor te ezt küldetésednek kérdezted annak idején, hogy ezt terjeszd? Hát olyat nem csináltam, hogy most ezt a 10 embert meg tudtuk szerepjátszani, akkor legközelebb másik 10-zel nem. Csak ilyen nappal játszani akartunk. Aki, ha nem voltunk elegen, újabb embereket bevonni, gyere próbáltunk. Szoktatok még játszani egyébként? Valamság is? Szerepjátékot nem. Annak idején, hát gondoltam rá, hogy mi jó lesz majd a gyerekeknek ezt megtanítani, és egyébként valamit játszottunk is, és nagy lányom az játszik most is, csak ugye pont amiről beszéltünk, hogy olyan sok egyéb inger van, érted, van Virtual Reality headsetünk, játékos PC-k, World of Warcraft, millió dolog van, nagyon nehéz leültetni. Igazándiból társas játékot szoktunk néha játszani. Ugye az olyan dolog, hogy leülsz, kibontod, elkezded nyomni. De szerepjáték az nem, már nincs. Pedig néha rá gondolok, hogy meg is vettem az összes D&D könyvet, a dungeon modulokat, kiegészítőket, minden, és szerintem a probléma, tudod mi volt? Én annak idején rengeteg idő volt valójában, de ebből egy percet nem éreztem, az összes szabályt ismertem. Az utolsó betűig. És egyrészt már nem emlékeztem, és akkor elővettem a könyvet, és emlékeztem, hogy ahhoz, hogy én jó mesélő legyek, az összes szabályt törül hegyire pontosan tudnom kellett. És egyszer nem voltam képes, hogy végigolvassam és megtanuljam újra. Valószínűleg ez is benne volt, nem csak az, hogy volt meg nem tudom minden, akármi. Annak idején hozzátok kötődött a Biborhold is, mint magazin. Igen. Ez mikor indult és hogyan fejlődött, vagy... Hát ugye erre mindig is volt egy igény, hogy milyen jó lenne valamilyen fantasy újságot csinálni. Ugye az ötletgazda emlékeim szerint Masszár Mátyás volt, ő találta ezt ki, hogy csináljunk egy saját fantasy újságot. Barátom Nádori Gergő is benne volt a dologban, meg még jó néhányan. Én nagyon lelkes voltam, mondtam, hogy támogatom. Azt nem vállaltam be, hogy én leszek a kiadó, mert akkor már nagyon sok mindennel foglalkoztunk. Tehát időm se lett volna rá annyira, de azt bevállaltam, hogy majd írok cikkeket. Mondjuk emlékszem azért az első, talán az első szám volt, hogy valami, még a végén én ott, az, hogy egy picit besegítek, az a végén úgy végződött, hogy az egészet én tördelgettem még ki. Talán még Word Perfect-be, ha jól emlékszem. És az első számnak a megjelenése, azt tudnod kell, hogy én szeretek aludni. Tehát azért 7-8 órát a mai napig minden nap alszom, de ott nem volt alvás. Tehát csináltuk a Biborholdat,
és 36 óráig voltam talpon tulajdonképpen. Én erre fizikailag nem vagyok alkalmas, hogy ennyit kibírjak alvás nélkül, ezért nyomták be a kávékat, nem szoktam kávézni sosem. És akkor végül hazamentem, meg izé, és akkor nem is tudom, én leültem a lépcsőre, és szabályosan rosszul lettem. Tehát a szívem túlperült, hogy beültem egy kád hideg vízbe, a mai napig emlékszem, és attól, hogy lenyugodtam. Nem mondta, hogy ilyet többet nem csinálok, hogy 36 óráig dolgozok egyfolytában. Tehát ez egy rögtön egy mondom. De a lelkesedés hajtott meg minden. Megcsináltuk, elindítottuk. Az, hogy most melyik évben indult, én ezt mondtam neked, hogy ilyen évszámok, hát, nem, hogy mi mikor volt, fogalm nincsen. De hát, hogy azután tenném, hogy elindult a túllégföldje néhány évvel. Ugye a Gergő írta a Sötét Patkány naplóját. Melyik Gergő? A Nádori Gergő írta a Sötét Patkány naplóját. Ő volt a Sötét Patkány, igen. Tehát igazándiból már csak az is lelkesedtem, mert ez egy jó lehetőség volt egy kis TF marketingre is. Az egy jó marketing volt, mert hogy ezt szerették az emberek. Igen. Jó volt a stílusa is, meg minden. Igen. Azt mennyi ideig csinálta? Hát amíg volt, elég sokáig ment a... Mert nem tudom hány évig ment a Bíbor Road, vagy hogy volt ez. Ugye gyakorlatilag abból lett a holtöltem, majd később akkor az Alanoli Krónika ennek utódja lett? Hát igazándiból a... Ugye az egész Bíbor Road holtölte az azért szűnt meg, mert egy újságkiadásra pénz kell. És hát valaki talált egy befektetőt, aki hajlandó volt ezt szponzorálni, csak aztán utána igazán ez egy házaspár volt, és a hölgy foglalkozott ezzel, és amikor ők elváltak, akkor a férje azt mondta, hogy akkor ezt nem szponzorálja tovább, elfogyott a pénz, vége volt. Ugye egy újsággal az a probléma, hogy annak idején az újságot csak a hírkeren keresztül lehetett terjeszteni. Hatalmas remitenda, óriási jutalék, tehát ezt nagyon nehéz volt rentábilisra kihozni. Nem voltak fizetett hirdetések, szóval én már nem emlékszem a számokra, de inkább itt ez a pénz, mint hozta. Úgyhogy elfett a pénz, akkor nem ment tovább. Az Alanyi Krónika, ugye én most erre már szintén nem emlékszem, mondom, nem jó a memóriám, hogy most amikor megszűnt a Bíbor Hold, akkor döntöttünk úgy, de valószínűleg így lehetett, hogy akkor azért valamit csinálunk mi magunk, de akkor az nem hírker, meg külső terjesztő, hanem mi magunk fogjuk, azt beteszik a borítékba, elküldjük annak, aki kéri. És hogyha túllépfegye játékos, akinek amúgy is küldünk egy nyomtatott fordulót, annál jobb, mert akkor a posta költség nem lesz dupla annyi. Igen, emlékszem, hogy a télfordulók mellé lehetett ezt rendelni, és egy csomó ideig járattam is. Igen. És ennek az volt az előnye, hogy mivel ezt egy cégen belül csináltuk a saját emberinkkel, ez mindig megjelent, lehetett számítani rá, hogy az lesz benne, akkorra nem voltak csúszások, mint a Bíbor Holdnál. Abban is voltak Shadowrun cikkek, meg... Igen, minden. Shadowrun, Túlélkföldje, Atomkártyái, HKK rejtvény. Hát amikor megszűnt, akkor ugye sokan szomorkodtak is, de hát ugye ahogy csökkent a példányszám, drágult a gyártás, egy jó ideig még bevállaltuk a pluszköltségeket, mondva, hogy reklámköltség, de utána már ez egy nagyon-nagyon drága hobbivá nőtte ki magát, és akkor inkább átmentünk, hogy van honlapunk interneten. Úgyis kirakom mindent, és akkor ott tudjátok olvasni. És akkor gyakorlatilag így szűnt meg az Alanoli Krónika. Igen. Hát szerintem újság volt már nagyon nehéz már. Nem, szerintem is nyomtatott sajtó, az teljes egészében el... Az internet kilőtte, igen. Igen. Mi a jövő? Mi a következő lépések? Mert most megjelent az Argum City, azt nem tudom, hogy mennyire lett sikeres. Hát az Argum City egyelőre azt mondanám, hogy közepes sikernek örvend, tehát... A fő célt, hogy ugyanúgy, mint a végzetúrnál, nemzetközivé tegyük, még nem sikerült meglépni. Nagyon sok dolgot elő kell készíteni, most már lefordítottuk angolra az egészet. Az a baj, hogy most már nem elég az, hogy egy játék megy PC-n, mennie kell telefonon, mennie kell tabletten, most már elkészült a tabletes verzió is. De igazándiból az látszik, hogy egy ilyen volumenű játékot már
csak a magyar piac önmagában nem tud eltartani. Tehát amíg csak magyarul megy, addig ez anyagilag nem fog megtérülni sajnos. Tehát ki kell lépni. Én azt látom, hogy azért nagyon sok játékos van, aki hosszú ide játszik vele, tehát az indulás óta játszik vele. Tehát ez mindenképpen egy jó jel. Mi folyamatosan tudunk tartalmakat gyártani. Nyilván el kell jutni egy olyan pontra, hogy folyamatosan legyenek események a játékban, mindig történjen valami, erre nagyon nagy igény van. Sok problémával kell megküzdenünk, ugye néha úgy érzem, hogy lehetetlen elvárások vannak a játékosok részéről. Ugye az egyik dolog, amit elvárnak, hogy a játékban egyáltalán legyenek hibák. Az a gond, hogy ha a játék ennyire összetett, és ráadásul folyamatosan fejlesztjük, akkor hibák mindig lesznek. A másik nehézség az, hogy ugye pont ebből, amit mondtam korábban, hogy sok százer játékkal kell versenyezni, nagyon kemény a verseny. Nagyon sok ember elvárja azt, hogy teljesen ingyen lehessen úgy vele játszani, hogy minden jellemző 100%-osan érhető legyen számára, akár első lehessen bármelyik top listába, hát ez szintén egy lehetetlen elvárás. Mert hogyha mindent el tudsz érni ugyanannyi idő alatt, hogyha nem fizetsz érte, akkor ott azt történik, de mágia mesterén, és senki nem akar érte fizetni. És hát nagyon olyan feature-eket várnak el néha, ami szintén más játékokban sincs még meg. Mindenesetre próbáljuk minél több kívánságot teljesíteni. Ugye én mindig abban hittem, hogy nekünk annyi előnyünk van, legalábbis itt a magyar piacon, hogy régóta ismernek minket, megbíznak bennünket, hogyha a játékosok szeretnének valamit, akkor mi ezt meg tudjuk valósítani. Ezért nagyon sok játéknál hiába látsz valamit, szeretnél valamit, hogy változzon, nincs szabad hozzá, hogy ezt a változást elérd a játékban. És hát a másik pedig az eddigi referenciáink, tehát az összes játékunk a mai napig működik, folyamatosan fejlesztjük őket, tehát nagyjából tudod, hogy mire számíthatsz, tehát a végzett úrba mai napig ugye kerülnek bújdók, mint ugye a túlélők földjébe is, tehát gyakorlatilag erre lehet majd... Ősök városába is? Hát az Ősök városába most már nagyon kevés játékos van, de tudod mit, amikor valaki ír nekem, hogy ezt vagy ezt szeretné, valamit meg szoktam csinálni. A mai napig el tudom indítani a fejlesztői környezetet, tudok változtatni a problémát, de volt rá példa egyébként, hogy ilyen apróságokat megcsinálok. Tehát szerintem ez egy fontos dolog. Én sokszor látom azt, hogy játékokat lelőnek egy pár hónap után, vagy aránylőtt, úgyhogy még több ezen játszanak vele. Mik a következő lépés? Igen, még ezt akarom. Igen, tehát ez a lényeg, hogy milyen terveink vannak. Hát ugye a legfontosabb számunkra, hogy több lábon álljunk. Azt hiszem, ez minden cégnél egy jelentős törekvés. Tehát most ugye a leglényegesebb lábak az a hatalomkártyái, a túlélőföldje, a végzett úr, az Album City, illetve mi foglalkozunk weboldal játékkiegészítők formázásával, vagy a dobókockákkal is, illetve könyvek kereskedelmével. Tehát több lábon állunk, több dologra foglalkozunk. Ez így már egy kicsit elég sok dolog, tehát ha azt akarjuk, hogy minden zökkenőmentesen menjen folyamatosan, akkor nehéz új dologba belevágni mellette. De nekem ettől függetlenül kattog az agyam, tehát vannak ötletek, de most éppen semmilyen új dolgon nem dolgozunk, azon kívül, hogy a meglévő dolgokat fejlesszük, azokhoz új dolgokat adjunk ki. Sikeres embernek tartod-e magadat? Hát, gondolom, igen. Ugye a sikert hogyan fogalmazod meg? Inkább szerintem a boldogság a lényeg, nem is annyira siker. Uh-huh. És az, hogy elégedett legyek azzal, amin van, és boldogvá tudjak tenni másokat. Ugye alapvetően a munkámban szerintem azért ez megvalósult. Olyan dolgot csinálok, amit szeretek, hobbim, játszom, játékokat csinálok, és azért a játékok sikeresek, jól működik. 25, hány éve, 9, 28 éve megvan a cégünk, jól működik, nem volt még igazán anyagi nehézségünk, tehát ilyen szempontból sikeres, és hát család tökéletes, harmonikus kapcsolatban élünk a feleségem, a gyerekeim, igazándiból számos közös programokat szervezünk, társasjátékozunk, közös filmnézések, szabaduló szobázások,
Úgyhogy minden rendben van. Siker, boldogság szerintem megvan. De nyilván nem, én nem vágyom olyan nagy, tehát én nem vágytam arra, hogy ilyen, nem a pénz motiválása sem, hanem az, hogy azt csináljam, amit szeretek. Tehát igazándiból nem akarom magamat agyon hajtani, vagy agyon stresszelni. El vagyok, igazándiból az a lényeg, hogy amire szükség van, az megvan, nem vágyom nagyobb házra, vagy jobb autóra, vagy valamire. Boldog vagyok, ennyi. Van-e valamilyen motor az életre, amelyet mondjuk a lányaidnak át akartál adni, és át is adtál mondjuk? Hát amit a lányomnak át akartam adni, azt nyilván igyekeztem átadni, bár a apjuk nem nagyon hallgatnak, de ha egy mottóm van, akkor talán az lehet, hogy a világot a okos emberek irányítják, de a hülyék elvárásai alapján. Ez egy érdekes dolog. Még egy kérdésem lenne, hogy melyek azok az emberi tulajdonságok, amelyeket a legtöbbre értékelsz egy emberben? Hát ez érdekes kérdés. Szerintem fontos az őszinteség. Tehát, hogy ne verjenek hát. Én értékelem azt is, hogyha valaki kitartó abban, amit csinál. És az intelligenciát sokra becsülöm. Úgyhogy ezek fontos dolgok. Ez nagyon jó végszó lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a dolgot. A nézőktől elbúcsúzunk mindketten, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az interjú, akkor iratkozzatok fel. Robinak a blogja nagyon jó, én is rendszeresen nézem, szerintem nektek is tetszeni fog.